Sziasztok, pajtik! Sziasztok, gazdik! Látjátok? Ma szerezték. Arthur megszerezte ezt a bizonyos, csipogó pipit. Borzalmas hangja van. Az ember szinte megsüketül tőle. Na de hát ez egy kutyát egyáltalán nem érdekel. Történt ugyanis, hogy Rozi megjött ide hozzánk a görög dombra. Gazdája zsebében ott lapult ez a bizonyos csirke. Arthur, aki már ezt jól ismeri, fogta magát, odament, s elkérte. Ez a gazda pedig simán odaadta neki. Ezzel Rozinak nincs többé pipije, viszont Arthurnak van. És Arthur imádja a pipit. Ő már jól ismeri. Arthurunknak komoly nézőközönsége volt. Aki csak a téren kín volt, mindenki őt nézte. Hogyan játszik ezzel a műanyag csipével? És Arthur nagyon szépen játszott vele. Csipogtatta, rákcsálta, néha szétszette, olyankor a gazda összerakta, de a csirke működött. Volt, amikor széthullott, igen. Mert nem bírta a kritikát, de van neki rendes gazdája, tehát szólt a gazdinak, aki ezt össze tudta szerelni, és folytatódhatott a játék a műanyag csirkével. Lassan elérkezett az idő, kellett menni haza. Gazda megkérdezte Rozi gazdáját, maradhat nálunk a csirke? Igen, tiétek, mondta. Hát, így történt a dolog, hogy Arthur a csirkével jött hazafele. Szépen, komótosan, lassan, falkába indultunk haza. Minden nyomon, minden úton, pofában a csirkével vonultunk haza. Otthon egy kicsit megálltunk, körülnéztünk, majd szépen kosontunk haza, és otthon már várt lánk Lili. Lilinek nincs csirkéje, Arthurnak van csirkéje. Tehát kezdődhetett az osztozkodás. Arthur bevitte a csirkét, és átadta Lilinek. Nem egyből, csak úgy szinte egyből. Lili nem sokat kérdezősködött, honnan jött a csirke. Elvette, mostantól ő is játszhat vele. Tehát együtt tépték Arthur és Lili azt a bizonyos gumicsirkét, amit Arthur hozott. Végül aztán megszerezte Lili, s önállóan egyedül játszhatott vele. Sziasztok, pajtik! Sziasztok, gazdik! Eddig tartott a mai mesénk. Jó szórakozást kívánunk!